stúdiónk vendége Illési Bolya, és most nem mint védőnő ült le ebbe a székbe, hanem képviselőjelölt. Általában a képviselőjelöltektől azt szoktam kérdezni, hogy miért indul el az önkormányzati választáson, de az, hogy ön a közért elkötelezett, azt már gyakran bizonyította. Néztem a programját, nem feltétlen az egészségügyre koncentrál, mi az, amit szeretne elérni? Hát ami nem az egészségügyel kapcsolatos, hanem egyébbel kapcsolatos. Én nagyon szeretném, hogyha útjaink, járdáink járhatóak lennének. Babakocsit nem tudják tolni az anyukák, akadozik az időseknél a bothasználat, elesnek, megállnak a séta közben. Tehát annyira rosszak a mi közutaink, hogy én erre gondoltam, hogy talán ezt a részét kellene erősíteni, hogyha sikerülne képviselő testületbe bejutni, hogy a mi útjaink járhatóak legyenek. Olvasom itt még a programjában, hogy fiatalokat megtart és az időseket megbecsülő várospolitika. Egy önkormányzat képes megtartani a fiatalokat egy adott településen? Meg tudja tartani, ha más nem egy olyan szinten, hogy ha el is mennek tovább tanulni, hisz itt a középiskola azért adott. Tehát a 8. után, hogyha minél több szülő gondolná azt, hogy a gyermek maradjon idehaza, a családon belül, a saját kis kuckójából menjen minden nap az iskolába, hogy egy egészen más töltést ad a gyereknek sümeginek lenni, itt az iskolába, itt szedni össze az élményeiket, mint hogy elmenjenek egy idegen közösségbe, egy idegen városba, és ott gondolják ki a jövőjük. Én úgy gondolom, hogy a gimnázium ez egy nagyon fontos, sarkalatos kérdés. Itt sümegen, hogy szükségünk van nekünk a gimnáziumra, mert igenis, hogy a gimnáziumnak van egy megtartó ereje. Hogy nem mindegy, hogy reggel felkelek egy órával előbb, vagy másféle, várok a buszra és bumlizok egy órát, mondjuk ha csak a Keszthelyi iskolára gondolok, vagy pedig felkelek mondjuk 7 órakor, és akkor 3-4-8-ra beérek a helyi gimnáziumba, ahol mint a tanulók, mint pedig a tanárok ismerősek, és egy olyan közegbe érkezik, ahol ki tud bontakozni, mert számára ez nem idegen. Gyakran lehet hallani, hogy jó lenne sümegen a sétáló utca, szintén benne van a programjában, ön a két templom közé képzelte el. Miért fontos ez? Egy közösségi térrel a közösségnek a megtartó ereje is nőhet, mert mikor azt mondjuk, hogy együtt lenni jó, ez kiteljesedhet abban, hogy van egy sétáló utcánk, persze megtöltjük tartalommal, mert csak az, hogy korzózzunk ott, annak nem sok értelme van. Tehát, hogyha ott olyan lehetőségek teremtődnének, amivel oda vonzzuk a helyieket, és most nem a turista forgalomra gondolok, hisz a mindennapokat itt a sümegi emberek élik, és nekünk az a fontos, hogy itt ez a belvárosi rész, ez olyan legyen, ahova szívesen kimennek az idősek, a fiatalok, a népkert környéke, leülnek, beszélgetnek, tehát maga a kommunikáció, maga ez a beszélgetés, ennek mindenképp van egy olyan aurája, amivel azt mondhatjuk, hogy igen, én jól érzem magam sümegén, és én szeretek itt élni. A lehetőség, egy tárház az rettentő nagy, megteremtve ezeket, itt jól érezzék magukat egymással. Szintén itt olvasom, hogy város külső és belső terület is legyen rendezett és tiszta. Ez szintén az önkormányzaton múlik? Például Tapolca felől jövök be sümegre, akkor az a rész, az a Szeszfűzde környéke, az mindig olyan elhanyagolt. Én úgy gondolom, hogy aki kívülálló idegen jön a városba, és meg akarja nézni ennek a csodálatos kis barokvárosnak a nevezetességeit, és bejön sümegre, és akkor látja az elhanyagolt területeket, mert bizony ez a rész itt elhanyagolt, és akkor mindjárt alkot egy véleményt. Tehát egy összképben ez nagyon illúzió romboló, hogy bejövök, és akkor azt látom, hogy bizony két oldalt itt magasan áll a kaszálni való fű, és hát nem is olyanok az utcák, amilyet szeretnénk, úgy gondolom. Itt olvasom sorra a programjában, hogy mit szeretne. Az első az, hogy ez tényleg egy testület vagy egy képviselő el tudja érni ezeket a dolgokat. Itt van benne a belváros rehabilitációtól kezdve a civil szervezetek támogatása. Ha a testület összefogja ezeket, el lehet érni. Tehát én, amiket oda leírtam ebbe a programba, ezek nem olyanok, ami ígérgetésről szól, hanem én ebbe hiszek, hogy ezeket a programokat igenis meg lehet valósítani összefogással. Tehát nem mindegy, hogy kik a képviselő testület tagjai, mert ha közös a cél, vagy legalábbis az elején az ember elmondja, hogy mit szeretne, és ezt tudja egyeztetni a többivel, akkor közösen ez megoldható. Itt igen nagy területet ölel fel a programjával. Ennyi mindennen kell javítani ebben a városban? Hát folyamatos javítás alatt van tulajdonképpen ez a program.
törekszik a jelenlegi képviselőtestület is arra, hogy ez a program azért ez menjen. Én úgy gondolom, hogy folytatni kell ezeket a dolgokat, mert ha megnézzük az összes programot, akkor körülbelül hasonló a célkitűzés mindegyik csapatnál, mert ez a jó irány. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!